Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást. A díjam az 4000 forint. Mielőtt rátérnék a képek elemzésére, elmondanám azt, hogy mi történik még a halak jegyében születetteknél az indiai asztrológia szerint. Én ezzel az asztrológiával dolgozom, de ez egy más számítás, mint a mi általunk ismert asztrológiánál, de ez az indiai számítás, ez az indiai asztrológia nagyon precíz. Ez szerint a számítás szerint itt mozog, jelenleg, és még itt marad egy ideig, Neptun bolygó. Neptun bolygó uralkodik a halak jegye felett, és jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, kihat a művészeti területekre, vagy egy spirituális életútra. Ha megvan a hited abban, hogy egy álom megvalósuljon, akkor Neptun bolygó segít. Ha nem hiszel ebben, akkor előfordulhat, hogy csalódásokhoz vezethet. Ráhu az a felfele mozgó kármikus csomó, és jelenti a jövőt, jelent változásokat. És ez év november 30-ától kezdve, tehát 2023 novemberétől kezdve, 2025 április végéig ez a kármikus csomó a halak jegyében van. Jelent egy új irányt, jelent kármikus témákat, jelent változásokat azon az élet területen, ahol a te születési horoszkópodban a halak jegye van. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható, az első sorban. A fejed fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat, de zárkózott vagy, nem beszélsz tervekről. Ez a férfi a te lelki társad, vagy jelenti a férfiakat. Az ő gondolataiban megjelensz te, ez a férfi gondol rád. A gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy új kezdetet, vagy a te ártatlanságodat, esetleg a te fiatalos kisugárzásodat. És előtted a hajó az ő gondolataiban lehet egy utazás, ez lehet egy lelki út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Te egy vonalban vagy ezzel a férfivel, tehát jelenti a kapcsolatot kettőtök között, itt lesz szerencse, és ez a kártya jelenti, hogy felülről tekintitek a dolgokat, és vannak ilyen távoli tervek. Ezek a tervek szerencsét hoznak, itt van a szerencse kártyája. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a képekkel vagy egy vonalban. A ház jelentheti az otthonodat, a szülői házat, a rokonokat, a szomszédokat, vagy egy ingatlant. Itt van a kulcs a házhoz. Ez a kulcs jelentheti a zárkózottságot, mint például ez a könyv, hogy valaki a környezetedben eltitkol előled valamit. Te ezt a kulcsot használhatod, kinyithatod ezt a könyvet, kinyithatod a háznak az ajtaját, tehát megvan arra a lehetőség, hogy tisztázz bizonyos dolgokat. A könyv jelentheti a tudást, a tanulást, a ház pedig valaminek a kiépítését.
Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, szerencse a szerelmi élet területén, és itt van a vonzalom, a testi kapcsolat, de a tiszta érzelmek is, és itt tisztázódik köztetek valami. Ez a férfi veled van egy vonalban, azon kívül itt ezekkel a kártyákkal. Ez a gyűrű jelentheti a volt házasságát, az is lehet, hogy még nős. Itt van egy bírósági ügy, lehet, hogy a gyermek miatt. Ez a kép utalhat igazságtalanságokra is, hogy ő ezt így élte át, vagy vannak nála kapcsolatok, ami igazságtalan, mert lehet, hogy ő olyan naív volt, belépett egy bizonyos helyzetbe, és most nehézségei, vagy egy bírósági ügy van ez által. Ez a kép, illetve ezek a képek szintén egy vonalban vannak vele, itt van utazás, keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni, ennek a fának van gyógyító ereje is, és itt újra az utazás, látható a külföldi kapcsolatok. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, január hónapban, itt látható egy jó indulatú hölgy a családban vagy a környezetedben. Az is lehet, hogy ez a jó indulatú hölgy, ez te vagy, a te tartásod. Itt szerencse lesz az anyagiak terén. Itt is látható a nyeremény. Itt vannak újdonságok, megvan a siker, megvan a remény ahhoz, hogy nyeremény legyen, vagy javuljon az anyagi helyzet. Az is lehet, hogy valaki látni akar téged, itt van egy külföldi kapcsolat. Második hét, január hónapban itt látható az otthon. A mozgás. Valaki meglátogat téged. Ez a mozgás lehet egy autó is. Ingatlan, az otthonod, egy autó. Ez a kártya jelenti a munkát, a hivatást. Itt van egy ilyen bírósági dolog, vagy ezen a területen dolgozol, az is lehet. De ez a kép jelenti az igazságtalanságokat is, hogy igazságtalanságok értek téged a munkahelyen vagy őt. De ezt le tudod zárni ezzel a kulccsal. Ez a férfi gondol rád, látni akar téged, szerencse lesz a szerelmi élet területén, és a csillagok szintén szerencsét hoznak. Harmadik hét, január hónapban itt látható. Megjelenik újra a bíróság. Ez lehet egy bírósági ügy, de utalhat igazságtalanságokra is. Lehet, hogy ő zárkózott és nem beszél erről nyíltan. Az egerek tudnak segíteni, bizonyos kártyákat el tudnak távolítani, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. El tudják távolítani a munkát, hiszen a horgony ugyanúgy, mint itt ez a kártya, a munkahelyre utal. Tehát az egerek eltávolítják a munkát, eltávolítanak egy hamis szemét. Itt az életút jelenti a változásokat és a döntéseket, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lehet egy továbbképzés is. Egy bírósági ügynél, vagy egy olyan helyzetben, ami eddig igazságtalannak tűnt, lesz egy szerencsés fordulat. Itt van a gyógyító erő, és megtaláljátok a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Utolsó hét, január hónapban itt látható. Egy hamis személy a környezetben, valószínű egy nő. Itt van egy lopás. Ez a nő el akar lopni tőled, vagy tőle valamit. Ez lehet a pénz, lehet az időt, vagy az energiád. Valamit el akar távolítani téged. Persze ez a tolvaj, ugyanúgy, mint az egerek, segíteni is tud,
hogy a tolvaj és az egerek eltávolítják ezt a hamis személyt a környezetből. Itt lesznek új kapcsolatok, elismerés, szerződések, ki tudtok építeni valamit, és itt vannak távoli célok. Ez mind elérhető, hiszen megvan az életerő ehhez, sőt a szerencse is, és itt a remény. Ez a kártya utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület, vagy egy lelki kapcsolat kettőtök között. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!